Mindannyian ismerjük a féltékenység érzését, és hogy mennyire pusztító tud lenni. Van, hogy váratlan és erőteljes viharként csap le, van, hogy szépen lassan csendben, heteken vagy hónapokon keresztül mérgezi a párkapcsolatot. Van, hogy kezelhető a mértéke, van, hogy elviselhetetlen és az őrületbe kerget, van, hogy egy kicsi még jól is esik, és van az a mértékű féltékenység, ami teljesen tönkreteheti és szakításhoz vezetheti a párkapcsolatot. De arra is láthatunk példát, nem is egyszer, hogy a féltékenység olyan őrületes szintet ér el, és odáig fajul, hogy gyakorlatilag gyilkosság lesz a vége. De mi az a féltékenység? Miért vagyunk féltékenyek egyáltalán? Honnan jön ez? Miért és mit tehetünk ellene? Ezekre a kérdésekre keresjük a választ a mai videóban. Instagram story-ba tettem egy igen részletes és igen összetett tesztet a féltékenységgel kapcsolatban, úgyhogy ha szeretnéd megtudni, hogy te mennyire vagy féltékeny típus és mi jellemző rád és mik a teendők és így tovább, akkor Instagram story-ba le tudod csekkolni ezt a tesztet az Atis Instagramon. Írjátok le a komment szekcióba, hogy ti mit gondoltok a témáról, hogy nektek milyen saját tapasztalataitok voltak, vannak, akár ti voltatok féltékenyek, akár a páratok, akár egy ismerősötök, mik a legdurvább sztoriaitok, amit megestek, a leggázabb féltékenységi jelenetek és cselekvések és telefon feltörés és nem tudom, bármi, illetve hogy szerintetek nektek mik a legjobb, leghatékonyabb féltékenység kezelő technikáitok, akár magatokról, akár páratokról, akár másról van szó, mindent írjatok le a komment szekcióba. Hölgyeim és uraim, ez itt a Tanulom Magam csatorna, én Atis vagyok, a mai témánk pedig, hogy miért vagy féltékeny, és hogy mit tehetsz ellene. Mi a féltékenység? Fontos először tisztázni, hogy mit is értünk féltékenység alatt, hiszen egy igen összetett és komplex érzelemről van szó, és egyáltalán nem triviális annak a megértése. Féltékenyek alapvetően bármilyen emberi kapcsolatunkban lehetünk, családban, munkatársak között, iskolában, baráti kapcsolatokban, és természetesen párkapcsolatban is. Itt és most ebben a videóban erre fogunk fókuszálni, tehát a párkapcsolati féltékenységről lesz szó. A féltékenység érzése magában foglalja a félelmet, az elhagyatottság érzését, a csalódást, a bizonytalanságot, a frusztrációt és ezek keveredését, és ezért is annyira nehéz bánni ezzel az érzéssel, mert több kellemetlen érzelem egyszerre jelenik meg gyakorlatilag. A párkapcsolati féltékenységet leggyakrabban a különféle emberi vonatkozású dolgok váltják ki, tehát hogyha a párunk egy ellenkező nemű emberrel, vagy hát ha azonos nemű párok, akkor azonos nemű emberrel, de most ilyen részletekbe nem menjünk bele, tehát egy ellenkező nemű emberrel lép valamilyen interakcióba. Hogy ez az interakció mit jelent, és mekkora féltékenységet vált ki, az attól függ, hogy az a bizonyos ember mennyire féltékeny típus, tehát valaki már attól is kiakadt, hogyha a pár egyáltalán hozzá mer szólni egy ellenkező nemű emberhez, jujjujjujjujjujjujjujjujj, mert mik történhetnek ott, vagy ha belájkolja a képét, úristen, katasztrófa, tragédia, világvége. A féltékenység érzése egy bizonyos szintig, ha nem is egészséges, de teljesen természetes, hiszen az munkálkodik bennünk, hogy szeretnénk megvédeni egy számunkra nagyon fontos szemét, és nem szeretnénk elveszíteni őt. Ami viszont nagyon nem mindegy, hogy hogyan reagálunk erre az érzésre, hogy mennyire intenzív, és hogy milyen cselekedetekre vesz rá minket, tehát milyen reakciókat vált ki belőlünk a féltékenység érzése. Tehát nagyon nem mindegy, hogy milyen szinten tudod tartani ezt az érzelmet, és hogyan tudsz megnyilvánulni, miközben ezt érzed. Tehát, hogy mondjuk egy alacsony szinten is nyugodtan meg tudod beszélni a pároddal, és el tudod mondani, hogy mi a te problémád, vagy véres szemmel üvöltve a belező késsel a kezedben rontasz neki a párodnak, hogy fú, te hogy mertél lájkolni bármit is az interneten, vagy nem tudom, egyből kivágod a telefonját az ablakon. Nyilvánvalóan minél intenzívebb ez az érzés benned, annál szélsőségesebb reakciókat fog kiváltani, és az annál rombolóbb lesz a párkapcsolatodra. Őrületes sztorikat hallani egyébként, és én nem tudom elképzelni, hogy emberek hogy tudják ezt elviselni és ilyen párkapcsolatokban benne maradni, de hogy például a lány letiltja a srác telefonján a Facebook lány ismerőseit, hogy ne legyenek lány ismerőseit, tehát ne legyen esélyes a csetelni bárkivel se, vagy a srác megtiltja a lánynak, hogy fiú barátai legyenek, akivel találkozik és elmegy, mit tudom én, meginni valamit, akármit, hogy beszélgetni, semmi nuku egyáltalán. Kémprogramot telepítenek a telefonjukra, nyomozót bérelnek, de a legbetegebb sztor, amit valaha is hallottam, hogy a férj minden nap, amikor hazaér, a felesége legugoltatja egy lábas tál víz fölé, hogy lebegnek-e a heréi, tehát teli van-e cuccossal, vagy sem. Tehát ez katasztrófa, gyerekek, ez katasztrófa. Ezek az emberek nem veszik észre azt, hogy ez már egyáltalán nem az egészséges párkapcsolat szintje, ez nem két fél egyenlő együttműködéséről és boldog szeretett kapcsolatáról szól, ez zsákmányolás, birtoklás, kisajátítás, zsarnokoskodás és a bizalomnak a szikrája sincs már meg ebben a kapcsolatban, és egyáltalán nem egészséges.
Miért vagyunk féltékenyek? A féltékenységnek sokfajta oka lehet, az első ezek közül az önbizalomhiány és az önértékelési problémák. Sok embernél az a helyzet, hogy baromi alacsonyan van az önbecsülése, ebből fakadóan pedig nem hiszi el azt, hogy ő egy értékes ember, ő egy szerethető ember, ő egy olyan ember, aki méltó a párjának és a párjához, és a párja emiatt megbecsüli majd őt, és nem keres másik partnert, és nem fog elcsábolni másik partner irányába. Mivel alacsonyan van az önbecsülése az ilyen embernek, ezért folyamatosan rettek tőle, hogy bármelyik pillanatban jöhet, összetalálkozik az utcán egy ellenkező neművel, aki okosabb nála, aki szexibb nála, aki képzettebb nála, aki gazdagabb nála, aki tehetségesebb nála, aki nem tudom milyenebb nála, és akkor majd biztos ugye a párja elcsábul és egyből otthagyja. Na már most ez az önkétkedés és rettegés fog manifesztálódni a féltékenység formájában, és sokszor egyáltalán nem arról van szó, hogy bármit is csinálna a párja, tehát hogy semmit nem csinál, nincs kiváltó trigger, vagy éppen csinál valamit, ez egy teljesen ártatlan dolog objektív szemmel megnézve, viszont ez a féltékenység kirobban, ugyanis ez nem a külső szituációból fog származni, hanem a saját belső bizonytalanságából, rettegéséből és önbizalom hiányából, és ez fogja kivetíteni a szituációra és a párjára. Lehetséges ok lehet még a múltbéli negatív párkapcsolati tapasztalatok. Hogy átélt valaki korábban egy megcsalást, annak minden velejárójával és minden érzelmi terhével együtt, mint a megalázottság érzése, a csalódás, a bizalomvesztés, a hazugság és így tovább, akkor az igen-igen erőteljes nyomot hagyhat benne. Ha nem sikerül ezeket a negatív tapasztalatokat és élményeket egy tudatos munkával feldolgozni és a helyére tenni őket, és úgymond semlegesíteni a negatív hatásait, akkor akár tudatalatti, akár tudatos szinten ezek megjelenhetnek, előjöhetnek, aktiválódhatnak, és megint csak rávetíti majd a jelenlegi szituációkra, a párkapcsolatára és a párjára, holott ez megint csak múltbéli félelmekből táplálkozik, és nem feltétlenül a szituációban van ténylegesen ok a féltékenységre. Fakadhatnak gyerekkori tapasztalatokból és élményekből is. Például, ha gyerekként azt tapasztaltuk a családban, hogy az egyik szülőnek szeretője volt, ami állandó veszekedések, kiabálások, féltékenykedések, sírások, konfliktusok forrása volt, akkor az a párkapcsolati minta rögzülhet bennünk, amit ugye látunk a szülőktől gyerekként, hogy nem szabad feltétlenül megbízni a másikban, mert látod, bármikor lehet egy ilyen dolog, hogy megcsalnak, és ilyen rossz érzések keletkeznek bennünk, tehát van egy bizalomvesztés és egy általános bizalmatlanság az ilyen emberi kapcsolataiban és a párkapcsolataiban. Szintén nagyon erőteljesen hathatnak ránk olyan gyerekkori élményeink, amik a szüleinkkel kapcsolatosak és a velük való érzelmi kapcsolatunkban történnek. Például, ha szüleink nem bíznak bennünk, állandóan kontrollálni akarnak minket, ellenőrizgetnek, vagy megígérnek valamit és nem teljesítik, vagy hazudnak nekünk, vagy elárulnak minket valamilyen formában. Tehát, hogyha ezek a gyerekkori élmények rögzülnek bennünk, akkor ezek megmaradnak bennünk, mint érzelmi lenyomatok, és felnőtt korunkban is előjönnek, és úgy fogjuk érezni, hogy nem szabad megbízni a másik emberben. Hiába van egy jó szeretett kapcsolat, ami a szülőkkel is volt, bármikor hazudhatnak nekünk, becsaphatnak, elárulhatnak, tehát nagyon vigyázni kell, nem szabad megbízni, és ebből fakad ez a féltékenység. Szerepet játszhatnak még a múlt árnyai. Van egy külön fajtája a féltékenységnek, amikor nem jelenlegi szituációra vagyunk féltékenyek, hanem a párunk múltbeli életére, előző párkapcsolataira, és azzal hasonlítjuk össze magunkat, és méricskélünk, hogy fú, ha ő vele biztos jobb volt a szexuális együttlét, vele biztosan boldogabb volt, biztos hamarabb bemutatta a szüleinek, mit tudom én, és visszafelé a múltra vagyunk féltékenyek, gyakorlatilag nagyon érdekes, ezt hívják retrospektív féltékenységnek. Hogyan teszi tönkre a kapcsolatunkat a féltékenykedés? A féltékenység, hogyha nincs megfelelően kezelve, akkor szépen lassan tönkreteheti az egész párkapcsolatunkat, ugyanis egy olyan negatív spirált indít el, amiből nem igazán tudunk kiszállni, hogyha tudatosan nem helyezünk erre figyelmet. A féltékenykedő ember állandó félelemben, feszültségben, rettegésben, haragban éli az életét, és ennek a féltékenységnek valamilyen formában hangot is fog adni, vagy közvetett formában, vagy közvetlen formában, vagy mind a kettőben, és ez a párjára is erőteljes hatással lesz, aki úgy érzi, hogy uralkodnak felette, hogy parancsolnak neki, hogy irányítani akarják, hogy be akarják zárni, hogy rövid pórázon tartják, és ez igen-igen kellemetlen érzéseket fog kiváltani abban a félben is. Természetesen ezek a negatív érzések folyamatosan vitákat és veszekedéseket szülnek, illetve folyamatos játszmázások mennek a párkapcsolatban, ezek pedig eltávolítják egymástól a feleket, aminek az lesz a következmény, hogy elhidegülnek egymástól, kevesebb lesz a szeretet, ettől meg megint csak féltékenyebb lesz a féltékeny ember, mert úgy érzi, hogy tálódik tőle a párja, hogy fú, akkor na még jobban megcsal, vagy most már tényleg megcsal, vagy nem tudom, mert ugye már nincs annyi szeretet meg intimitás a kapcsolatban, még féltékenyebb lesz, még jobban presszurálja, a másik ettől még rosszabbul érzi magát, és egy ördögi kör eredményeképpen eljutnak egészen a
szakításig. Megesik az is, hogy gyakorlatilag ez önbeteljesítő jóslatként működik, tehát fél attól, hogy megcsalja a párja, megvádolja ezzel, hogy a párja biztos megcsalja őt, és az ebből fakadó feszültségekből az ördögi spirálba belemennek, és gyakorlatilag ő maga kergeti bele egy megcsalásba, mert annyira rosszá teszi a párkapcsolatot, annyira rossz lesz a párkapcsolat, hogy ő maga hajszolja bele, hogy megcsalja, mert már nem bírja ezt a párkapcsolatot. Hogyan ne kezeljük a féltékenységet? Ne kövesd el azokat a hibákat, amiket sokan el szoktak követni ilyen esetekben. Ne feltételezgess, ne támadj, ne fenyegetőzz, ne vádaskodj, ne adj ultimátumot, és ne csinálj semmilyen erőszakos és fenyegető dolgot. Ne játszmázz, ne taktikázz, ne manipulálj, ne pletykálj, legyen nyílt, egyenes és őszinte a kommunikációd. És ne próbáld meg te is féltékenyé tenni a párodat azzal, hogy keresed az alkalmat, hogy mikor tudsz egy ellenkező nemivel flörtölni előtte, vagy valamilyen formában őt féltékenyé tenni. Nagyon-nagyon rossz stratégia, magad alatt vágod a fát. Ne nyomozz, ne telepíts kém programot a cuccaira, ne faggasd a barátaid, ne kövesd az utcán, és az ég szerelmére kérlek. Ne regisztrálj egy fék ökántot, amivel megpróbálod elcsábítani a saját párodat egy másik személyként, mert ez kurva gáz. Hogyan kezeljük a féltékenységet? Az első lépés az, hogyha érzed magadon, hogy féltékeny vagy, hogy megállsz egy pillanatra, próbálsz megnyugodni, és próbálod megvizsgálni az egész szituációt, önmagadat, a párodat, a szituációt, és hogy van-e reális alapja a te féltékenységednek. A féltékenység okainál főleg olyan szituációkról beszéltünk, ahol nincs valódi oka a féltékenységnek, hanem a te múltbéli tapasztalataidból, gyerekkorból, előző párkapcsolatból származnak, és ezeket vetített ki tulajdonképpen, de természetesen előfordulhat az is, hogy tényleg van okod a féltékenységre, tényleg olyan dolgokat csinál a párod, amivel akár tudatosan, akár tudatalat féltékenységet vált ki belőled, és tökre nem oké. Tehát első lépésként megvizsgáltad a szituációt és önmagadat, megnézed, hogy miért vagy féltékeny. A következő lépés az, hogy ezt kommunikáld a pároddal, de véletlenül se támadó jelleggel, véletlenül se idegesen, feszülten, frusztráltan, hanem őszintén, nyugodtan, nyíltan, a saját érzéseidről, a saját magadról beszélve, hogy te miért érzed ezt, miért vannak ezek a kellemetlen érzések benned, mi váltotta ki belőled, és hogy nem támadni akarsz, hanem egyszerűen csak szeretnéd megérteni a szituációt, hogy ő miért cselekedett úgy, ahogy, és azt szeretnéd, hogy közösen ezt beszéljétek meg, és hogy meg tudjátok beszélni ezt a szituációt úgy, hogy mindenkinek jó legyen. Ez egy jó teszt lehet is egyébként, hiszen ha te ilyen nyílt, őszinte, empatikus kommunikációval közelítesz a másik felé, és ő ennek ellenére nagyon szélsőségesen, agresszíven, támadó jelleggel reagál, akkor az ott nagyon levágós, hogy valamibe belenyúltál, és hogy valami vaj van a füle mögött, úgyhogy ez egy nagyon jó teszt is lehet. Fontos az, hogy a saját féltékenységedet egy tudatos szintre emeld. Sokaknál az a baj, hogy nem tudatosan élik meg ezeket az érzelmeket, hanem ösztön szinten, tehát ösztönösen átélik a féltékenység érzését, és ettől lesz olyan kirobbanó és szélsőséges a reakciójuk is, mert ezeket váltja ki belőlük. De te tudatos szintre emled, tudatosítod magadban, hogy igen, most féltékeny vagyok, ezek az érzések kavarognak bennem, ez váltotta ki, és hogy hogyan tudsz viselkedni konstruktívan ilyen érzésekkel, akkor egészen más lehet a szituáció. Fontos, hogy féltékenység esetén megvizsgáld azokat a pontokat, amikről beszéltünk korábban, rendben van-e az önbecsülésed, milyenek a múltbeli tapasztalataid, milyenek a gyerekkori élményeid, és így tovább, és ezek figyelembe vételével nézd meg azt, hogy mennyire reális a féltékenységed, mit csinált a párod, mennyi lehet ebből az, amit magadból vetítesz ki, mennyi lehet az, ami valós dolog ebben a történetben, ezt érdemes ilyen szempontból is megvizsgálni. Ezután pedig érdemes ezt helyre tenni magadban, és elválasztani a te belső folyamataidat és vetítésedet az objektív valóságtól, és úgy kezelni a szituációt, illetve olyasmit találsz, amit úgy gondolsz, hogy ez a jövőben is probléma lesz féltékenységet illetően, mert vannak mondjuk olyan gyerekkori élményeid, amik ezt befolyásolják, akkor ezt érdemes tudatos munkával feldolgozni, vagy esetleg pszichológus terapeuta segítségét kérni, aki ebben tök jól tud neked segíteni, hogy feloldjátok ezeket a gyerekkori emlékeket és blokkokat. Természetesen ezekben az esetekben is érdemes beszélni a pároddal, és elmondani neki azt, hogy figyelj, nekem volt egy szakításom a múltban, és egy megcsalásom, ami ezt megelőzte, emiatt nagyon érzékeny vagyok az ilyen jellegű témákra, ez nekem egy trigger, egy nyomógomb, amit ha benyomsz, akkor én nagyon-nagyon erőteljesen és szélsőségesen fogok reagálni, tehát hogy ügyeljünk erre közösen a jövőben, hogy te se válts ki belőlem, én is próbálok figyelni, tehát ha ezt közösen megbeszélitek ezt a szituációt, akkor a jövőben sokkal jobban fogjátok tudni kezelni együtt ezeket a féltékenységhez köthető szituációkat. Fontos az, hogy eldöntsd, hogy bízol a partneredben, hogyha nem adott okot az ellenkezőjére, mert egyébként bizalom nélkül nem ér semmit a párkapcsolat.
Ha okot ad a féltékenységre, mert olyan a viselkedése és olyan dolgokat csinál, akár tudatosan, akár tudatalat, akkor ezt pedig megint csak meg kell beszélni és orvosolni kell, és valamilyen kompromisszumra kell jutni, hogy ez mindkét félnek jó legyen. Ha pedig ő erre nem hajlandó, akkor az komoly problémát jelez. Mert ha ő tudja azt, hogy bánt téged bizonyos cselekvésekkel, és nagyon kellemetlen érzéseket vált ki belőled, hogy neked nagyon rossz lesz, és mégsem hajlandó változtatni a viselkedésén, akkor az komoly problémákat jelez a párkapcsolatotokban. Fontos azt is tudatosítani magadban, hogy a párod az nem a tulajdonod, nem olyasmi, amit birtokolsz, nem hozzád tartozik, nem a kutyád, a macskád, nem a gyereked, nem parancsolsz neki, nem a párod, a párkapcsolatotok az két egyenlő fél, közös megegyezésével egy szeretett kapcsolat, amit együttesen tartotok fenn, és senki nem a másik szolgája, alárendeltje, uralkodója, hanem egyenlő felekként vesztek részt egy értékes párkapcsolatban. Igazából a féltékenység esetében a legfontosabb az őszinte, nyílt, tiszta kommunikáció, nem az utalgatás, nem a játszmázás, nem a szex megvonás, nem a pletykálás, nem a nyomozás, őszinte kommunikáció, leülni és a tiszteletet megadva a másiknak, és nem előre feltételezni a bűnösségét és a szándékait, megbeszélni én mit érzek, te mit érzel, te mit csináltál, ezt váltotta ki belőlem, ezt így ne csináljuk, hogy csináljuk, hogy mindenkinek jó legyen, akkor primán lehet kezelni ezeket a szituációkat. Amit még tehetsz, az, hogy fejleszed az érzelmi intelligenciádat, ugyanis a féltékenység kezelése is egy érzelmi intelligencia képesség, ugyanis ha jobban fogod tudni felismerni, megérteni és szabályozni a saját érzéseidet, amikor jön a féltékenység érzése és a hozzá kapcsolódó kellemetlen érzések, sokkal jobban fogod tudni szabályozni, egy semlegesebb állapotba fogod tudni vinni magad, konstruktívan fogsz tudni részt venni a szituációban és a megbeszélésben, tehát az érzelmi intelligenciát fejlesztésével nagyságrendileg jobban fogod tudni kezelni a különféle féltékenységhez kapcsolódó szituációkat és érzéseket. Ha szeretnéd fejleszteni az érzelmi intelligenciádat, akkor pedig egy kiváló lehetőség szerintem a Tanulom Magam Érzelmi Intelligencia online videótanfolyam, ahol 6 órányi videóanyagon keresztül a saját tempódból te szeretnéd tanulhatsz az érzelmi intelligenciáról és fejlesztheted a saját érzelmi intelligenciádat. Ha érdekel ez a dolog, akkor csekkold le a www.tanulommagamtanfolyam.hu-t. Összegzésként tehát elmondható, hogy a féltékenység egy borzasztó erőteljes érzelem, összetett, komplikált és nehéz érzelem, és mindkét fél felelőssége az, hogy konstruktívan, őszintén, empatikusan vegyenek részt az ilyen szituációban, megvizsgálják a saját szerepüket és a másik szerepét, és közösen tegyenek azért, hogy a féltékenység ne pusztítsa el és ne tegye tönkre a párkapcsolatokat, de ha mindketten őszintén és támogatóan és szeretettel és tisztelettel vesznek részt ennek a megbeszélésében és megoldásában, akkor túl fogtok tudni jutni rajta és felül fogtok tudni kerekedni rajta. Hölgyeim és uraim, ennyi volt már a Tanulom Magam. Hogyha tetszett a videó, akkor lájkoljátok a videó alatt, iratkozzatok fel a csatornára, és persze pöttyintsétek le a véleményeteket a komment szekcióba, hogy ti mit gondoltok erről a témáról. Ne felejtsétek el belájkolni a Tanulom Magam Facebook oldalát, illetve ott van a Tanulom Magam tanulók Facebook csoportja, illetve ott van a Tanulom Magam Patreon oldala, hogyha szeretnétek egy kisebb összeggel támogatni az én kis csatornámat. Emellett ott van a Tanulom Magam érzelmi intelligencia online videótanfolyam, és az ott is Instagram is, ahol velem kapcsolatos exkluzív információkat és képeket letettek. Hogyha ilyesmi érdekel titeket, akkor csekkoljátok le mindenképpen. Örülök, hogy itt voltatok, remélem, hogy találkozunk legközelebb is. Sziasztok!